Egyre több területről hiányoznak a jól képzett szakemberek Magyarországon, különösen a megyénkben. Az egyik kiemelt terület a vendéglátás, itt azonban nem csak a pincérekre és szakácsokra kell gondolni. Különösen a 2-3 vagy magasabb Michelin csillagos éttermekben figyelhető meg a magas képzettségű szomelierek hiánya. Ezért is fontos, hogy minél célzottabban tudják képezni Nyíregyházán is a szakma iránt érdeklődőket. Megalakult a kamarán belül megalakultak a mesterszekciók, és ez az éttermi mesterszekciónak az első ilyen megnyilvánulása, hogy továbbképzést szerveztünk, és akkor majd szépen tovább alakítjuk ezt. A képzés ezúttal a megye éttermi szakembereit célozta meg. A résztvevők létszáma 25 főre volt lekorlátozva, akik többek között a hazai és nemzetközi borfogyasztás múltját, jelenét és várható jövőbeli trendjeit ismerhették meg. Ma már nagyon sok minden felborította a régi megrögzött szabályokat, hogy desszerthez csak tokai bor, vagy édes muskotályos bor, vagy pezsgő vörös bort is lehet adni egy csokoládés desszerthez. A szakmai előadást Fabók Mihály, örökös szomelier magyar bajnok tartotta. A Gundel étterem head szomelierje már harmadik alkalommal járt Nyíregyházán, hogy átadja tudását az érdeklődőknek. Kiemelte a palack és pohárborok felszolgálása közti különbséget és aktuális nemzetközi trendjeit, az étel és a bor harmóniáját, hiszen fontos, hogy a szomelier, mint ősi magyar szakma képviselői folyamatosan képezzék magukat. Ez nagyon fontos, nagyon lényeges. Én is folyamatosan oktatom magam, hiszen minden évben például új évjáratok, új borok jelennek meg, új stílusok jelennek meg, tehát ezzel együtt kell érni. Ha az ember nem figyel oda, egy év alatt is le tud maradni sok mindenről, és már is újra kell tanulni azokat a részeket, tehát ez is egy állandóan változó világ tulajdonképpen. Ez bizonyítja az is, hogy míg az előző években a habzó és gyöngyöző borok igen keresettek voltak, idén már népszerűbbek a tradicionális módon készített pezsgők. Azonban évek óta töretlenül a rozé a nyárslágere.